Ez a cápa a Nyíregyházi Állatpark legújabb lakója. Hosszú utat tett meg, hiszen Nyíregyháza előtt Varsóban élt. Az ottani állatkert akváriumát azonban kinőtte, így a lengyel szakemberek szerettek volna minél előbb megfelelő helyet biztosítani számára. A nyíregyháziak megörültek, hogy párt találhatnak nőstény tigris cápájuknak, így megszervezték az állat szállítását. A varsói állatkertből érkezett ide ez a homoki tigris cápa egy állatcsere program keretén belül. Mi cserébe 4 tehén orrú ráját ajánlottunk föl. A szállítás maga 3 napot vett igénybe, amíg a rájákat elvittük Varsóba, illetve visszahoztuk a cápát. Összesen egy ilyen út körülbelül 16-22 óráig szokott tartani, és ilyenkor az állatok egy speciálisan kialakított szállító tartályban foglalnak helyet. Ez a tartály 7000 liter körül van, és egy kamion szállítja. A cápákat hetente 2-3 alkalommal etetőbot segítségével etetik, többek között heringet, makrélát, hekket kapnak. Számunkra azért különleges a homoki tigris cápa, hiszen már van egy nősténjünk, és nagyon szeretnénk, hogy legyen szaporulat is, és a varsói cápa pedig fiú. Egyelőre még nem neveztük el, de gondolkozunk, hogy mi legyen majd a későbbiekben a hívó neve. Jellemző a homoki tigris cápákra az, hogy náluk tényleg működik ez a csak egy maradhat, hiszen a méhbe a legfejlettebb embrió megeszi az összes többit, és a végén csak 2 kis cápa születik meg. A homoki tigris cápa már látható a Nyíregyházi Állatparkban, az Óceánárium 500 000 literes medencéjében úszkál.